Sziasztok, kacok, itt Noma, és itt vagyunk a Médivel 2 totálból Magyarország hosszú egyáratnak a folytatásával, és folytassuk akkor ugye, amit itt abba hagytunk. Nagyon jó. No. Tónt ostromolják a dánok. Már megint. Milyen meglepő. Jól van. Illetve, hogy itt van egy lengyel uralkodó, meg itt van egy velencei sereg. Ez nagyszerű. Eddig nagyszerű, úgyhogy, hát... Igen, ez egy elég érdekes. Ajjajajajajajajaj. Hogy kéne ezt itt megoldani? Hát Jászvásárba csinálok két alabárdost, ez biztos. És majd ide kéne ugye egy kis lovasság, meg ilyen finomságok. Nürnberg. Jó, először nyomassunk egy kör végét. És aztán majd ugye kiderülnek itt a dolgok. Hát skacok, én most ezt nem fogom lejátszani. Tehát annyira egyértelmű, meg ugyanaz történne egy folytában, hogy fölösleges szerintem lejátszani, de komolyan. Most értek, tehát most mi értelme lenne? Úgyis ugyanaz lenne a végeredmény. Az ágyútorom, hogy szétlövi őket, meg az íjászaim, és aztán betörnek valamennyivel, meghal a hadvezér, és kész. Ennyi lenne az egész csata, szóval... Annyira nem látom értelmét annak, hogy most ezt megint lejátsszuk. Úgyhogy... Szerintem ebben meg is egyezhetünk. Na. Szicília háborúba került Milánóval. Az hogy sikerült? Esetleg... Genoa? Vagy valami? Oroszokkal katasztrofális, ez minket nem érdekel. Így van, Prágában megjavultak a dolgok. Oké, itt van ugye egy vagon lovasom. Akit újra kéne mondjuk képezni, vagy valami hasonló. Ide meg egy városi őrség, az mindenképp. Van egy csomó új családtagunk, meg minden. Szülnek, mint a nyulak, hallod. Mink azok ellenek, de tök mindegy. Aha. És akkor ma ide látom, hogy Velencét meg fogja ostromolni a kisgyerek. Mert úgyse bírja ki. Úgyhogy... hát csináljunk egy kémet, az kell, igen. Illetve ugye én most a pápához igyekszem éppen, hogy kereskedelmi egyezményt kössek vele. Vonakodva, elfogadva, hoho. És csak szövetség is, még egy ezrest is adok, mit szólsz? Akkor kap be a derekam. Aha, 100 kemény aranyat kaptunk jutalmul. Ez jó, ezek a bizánciak, hogy itt vannak benne, amik remélem nem arra készülnek, amire gondolok. Hát ez... Ez nem tudom, mire készül, de jóra nem az biztos. Így Jászvásárt szépen dugin rakjuk katonákkal, mert az kell, igen. Érdekelne, hogy ezek mivel jönnek, ugye? De jó lenne tudni. Oké. Ladomérbe ugye kéne csinálni nekem olyat, hogy... Hát nem tudom. Nem. Most még nem megyünk bele. Inkább majd maradunk abban, hogy Prága, Boroszló, meg... Nem, igen, Prága, meg Boroszló seregét majd át fogjuk küldeni egyrészt Nürnbergre, meg mi van még itt Magdeburg, arra is. Mindenhova. Úgyhogy szerintem úgy, akár el is kezdhetnénk. Jó lesz. Na, te menj át oda. Mert ugye ágyukat azokat adjunk nekik. Így ide csinálunk ugye helyőrséget, mert az most annyira nincs. Aha, Boroszlóba sincs amúgy sereg, de tök mindegy. Én meg itt ilyen nagy lendülettel akarok támadni, pedig nincs is mivel. Jó van. Oké, na. Ragúzába kéne csinálni. Mit tudom én? Mondjuk... Hogy legyen? De itt is vannak lovagjaim. Akkor most mi legyen? Zágrából csak el kéne hozni ide egy sereget, hogy megtámadjuk ugye Milánót. Esetleg Bolognát. Nem Bolognát, azt nem. Azt nagyon védik. Hát de Tirno is nagyon gyanús nekem, tehát azok a lengyelek, azok nem tudom mit akarnak, de ez gyanús. Egyni. Ezt meg amúgy itt... Na mi legyen? Nem tudom, nem akarok háborút kirobbantani fölöslegesen, ez az egyetlen egy probléma van. Tónban mi újság?
Huhú, csak ennyit kéne itt javítani, jó van. Jó, igen, ti mentek Nürnbergért. Ha, jó. És innen is el kéne kezdeni vinni az embereket, komolyan. Mondjuk ennyit viszünk, és akkor azokat se kell majd fenntartani, hogyha esetleg, ugye az egy darab magyar nemesen még mindig hősiesen menetel Ladomér felé. Hát nem tudom. Hát ez a gyökérkefe, ez ugye nem unja meg, hogy támad. De jó. Akkor te most miért is támadsz meg engem? Mondjuk ezt annyira nem féltem, mert itt... így van balisztatornyom is, úgyhogy ez alapváraton ugye fellegvár, szóval annyira nagy baj nem lehet vele szerintem. Itt már viszont érdekesebb a szituáció. Ide még két íjászt csináljunk, meg egy lovast, hogyha kéne esetleg ugye üldözni. Jó, háborúbáltak a... De várjál, akkor most a... De hogyha Bizánccal tűzszünetet kötöttek, akkor... Ja, hogyha a szövetséget kötnének, akkor lenne velem is semleges, jól van. Igen, elkúrtuk. Jó van. Na. Úristen, mennyi minden elkészült. Velencébe készített ugye a balisztatorony. Ez nagyon szuperátor. Viszont itt nem nagyon van lakosság, mert ugye én tudtam, ma kiirtottam, úgyhogy most itt csináljunk már izét. Földműveléses történetet. Ide meg... azt a rohadt. Kurva velencei, hallod? De állítom, hogy a keresztes sereggel jön, ami... Aha, persze. A maradék zarándokok, meg ilyenek, amiket ugye alapjáraton keresztes hadjáratra vitt volna, csak mivel, hogy nem ő tudta elfoglalni, ezért megmaradt a sereg, és nem osztott fel, és most hozzá ellenem. Hát, köszönöm szépen. Nagyon kis aranyos a gyerek. Jó, itt lesz védelem. Jajjajjajjajj. A bizánciák most miért mentek el onnan hirtelen? Hát ez nagyon fasza. Na jó. Aha, jó. Akkor maradunk annál, hogy elfoglaljuk Nürnberget. Haha. És kifoszt... Majd na, kiírtjuk ugye a picsába, mert hogyha más nem, akkor legalább... legalább egy kis pénzt kaptunk belőle. Négy lovagrendi lovag a fővárosomba. Ó, de jó. Na most kezdjem el őket arra vinni, vagy inkább... de jó kérdés. Hát inkább erre hozom őket, úgy döntöttem. Aj, na jó. Hogy menetelnek, baszki? Azt a mindenit. Jó kis cuccok. Mi a fasz? Atya, úristen. Isten. Na, oké. Vágom a szitut, hogy mi újság. Konkrétan most jön szerintem Fehérvárért, ami hát kurva jó, mert nincs benne védelem. Mindegy, két körig úgy sér ide. Akkor meg már azért lesz benne védelem. Ó, és meg Bécs is itt van, szarásig ugye katonákkal. Ajajajajaj, hogy kéne. Ha, jól van, hát ez így, oké. Innsbruckot mondjuk ki kéne nekem kémkedni, úgyhogy te. Pucolj oda. Úristen. Ezek sokan vannak. Ráadásul nem is gyenge egység, tehát ilyen páncélozott lángyás, meg ilyen kis finomságok. Aha, Genova. Lényegében védtelen. Szerintem ezt így elmondhatjuk. Jó. Továbbra se akarom elkúrni a pénzt, mert jó lesz az még ugye. Ahogy itt ismerjük a dolgokat. Hát Tirnovót azt szerintem száz, hogy meg fogja támadni, vagy nem tudom, pedig semleges velem ugye. Tehát nem tudom. Remélem nem. Jászvásár az ugye, hát a... hogyha már Ladomért megtámadták, akkor ezt is megfogják. Ladomért nem féltem, az biztos, tehát ez... az meg lesz. Itt miért nincsen még helytartó se? Elek a könyörtelen, húzz le oda. Na jó. Egyelőre ennyi most, ugye? De jó. Nem várnám, a bizánciak visszajönnének segíteni. Oké, lehet, hogy is visszaverem őket, de hát azért... na, nézd csak.
Lehet, hogy tényleg jó szövetségeseim? Aha, van egy ellensúlyos kőhajtója. 14. Ugye balisztatornyuk van, tehát az nem fog odáig ellőni. Húha, ez egy érdekes. Viszont ugye nagyon ratyi egységekkel jön, szóval... Milicista számszerű jásznál van a hadvezére, kezdjük ott, ugye? Tehát, hogy jó lesz, ez megoldjuk. Közben iszok egy kis kávét. Ha meg nem haragszotok. Nem régen keltem, és még kicsit ilyen fáradt fejem van. Amúgy gondolom hallatszik is a hangomból, vagy nem tudom. Na mindegy, ez nem is lényeg. Szóval nekünk itt kéne mindenképpen védekezni. Itt igen. Ha itt betörik, akkor gondolom ide fog majd jönni. Hohoho, meghaltok. Mindegy, szállik. Na, az összes tornyunkat szépen működésbe hozzuk. Mármint nem az összeset, csak amik arra fognak nézni. Very good. Nagyon jó. Oké. Aha, meg még ők is ott vannak. Hú. Szóval kéne ezeket rakni. Mondjuk, de hát ide fel tudnak jönni. Ez egy jó kérdés. Akkor mondjuk gyertek ide. Így, jó. Kezdjük azzal, hogy te, nem. Csak kettő lesz itt a kapunál. Majd ugye meglátjuk, hogy akarnak-e támadni, vagy mi van. Kettőt pedig ugye itt lent hagyunk, hogyha esetlegesen ugye a falon át akarnak, vagy a létrákkal jönnének még ilyen hülyeségekkel, akkor meg tudjuk majd oldani. Addig ugye nem csinálunk semmit, mindenki védekező módba kivéve ti. Oké, na lássuk. Hamar lőjed be, légy szíves. Ezzel már azért meggyűlik a baj a kis csávónak, tehát már az ellensúlyos kőhajtóval is elég neki belőni. Úgyhogy ennek csak örülök. És jó is, hogy elhoztam onnan az embereket, mert a balisztatorony odáig nem tudott volna ellőni. Faszt hadarok, nem? De komolyan. Mindegy. Jó, van, mi teljesen készen állunk. Úgyhogy majd jelentkezünk, hogy elindultak. Elindultak, halleluja. Nagyjából abban a pillanatban, amikor az előzőt leszüneteltettem, úgyhogy király. És ennyit tud, tehát, hogy nem tudták betörni a falat, ellensúlyos kihajtóval se. Úgyhogy most ugye megvárjuk, itt szépen bejönnek. Itt nekem pedig 2, 4, 6, 7 darab tornyom fogja őket várni, meg ugye 4 csapat számszeríjász, meg ilyenek. És nem csak 3 számszeríjász, bocsánat. Na, ugye csak ennyi fogadtatásba fognak majd részesülni. Itt még mindenkinek kiveszik az automata tüzelést, előbb hadd törjék be a kaput. Mert ugye már ide látom, hogy lőnének, de még nem. Köcsög városi miliciával tolja azt a izét. Hagyjad meg. Nem tudom, tehát 4% maradt a fal életéből, azt már emberek miért nem tudják berugdosni, vagy valami. Na mindegy. Gyerünk, törjed be nekem, és akkor hogy jöjjenek utána. Hát én úgy gondolom, hogy ha itt fognak támadni, akkor nyilván ez a kapu az, amit védeni kell. Majd azért raktam ide két csapat kartforgatót, tehát hogy ők meg ugye azért vannak itt, hogyha a falra jönnének, azt már ugye elmondtam, akkor ugye azt is tudjuk védeni. Aha. Na, nézzük. Szerintem ők vágynak arra, hogy egy kis nyílzáport kapjanak. Nem, nekem igazság szerint a legjobban, ahogy hívják, aki kéne. A hadvezére. De ezt annyira imádom, amikor mindegyiknek ugyanolyan a zászlója, és akkor is szed ki, hogy most még a hadvezér. Annyit tudunk ugye, hogy számszeríjászok között van. Igen. Itt van. Hoho, a kis mocsadék. Na, őt fogjuk mi szarrá lőni. Ezek még mindig élnek. Jó, ne fogyasszuk a nyilvesszőt. Majd lesz itt egy darab ellenfél, akire majd fogyasztani kell a nyilvesszőt.
Szerintem jól gondoltam, hogy ezt a kaput fogják törni, mert nem hoznak semmilyen ostromeszköz konkrétan, úgyhogy érdekes. Hogy olyan nyézáport fog kapni a gyerek. Sírni fog. Csak ugye majd találjam meg megint. Mert most már azért annyira nem feltűnő. Aha, esetlegesen. Jó, várunk, ugye még egy kicsit beljebb tömörülnek. De most a tornyaim nem lőnek, vagy mi van? De, az lő. Ja, csak túl magasan van a torony, jó. Nem baj, keressük megfelé. Megvan, hogy rohadjon, megnézd, csak itt van. Na, őt lője ki mindenki, mindenki, aki létezik, mindenki őt lője. Ugye a lovasságom az lesz majd őket üldözni, szóval elmenekülni nem fognak, az garantálom. Annyi a lényeg, hogy a hadvezért próbáljuk meglelőni. Most ilyen frankon felsorakoznak a balisztatornéim elé, úgyhogy nagyon nem kell félni attól, hogy bármit is fognak tudni érdemileg elérni. Aha. Igen, ezek hol mennek olyan? Jó, lőnek már a tornyok végre. Oké, eddig csak a 10%-uk halt meg lassan. De most kajak egy szaros ostromtornyot, se hoz meg semmi. Ez miért áll itt? Aha, hogy még van lövedéket. Hogy pusztulj meg. Mindegy, nekem a bástyát lőjed inkább. Ugye, mint hogy a kaput. Mi addig ugye a hadvezéreddel szépen elleszünk. Érdekes. Hol van? Amúgy a hadvezér. Ez oké, mindenki lő valamit, de hogy konkrétan mit? Ezek itt egyre többen vannak. Hol a buzi hadvezér? Aha, már még a kaput lövi. Mert még az sem nagyon sikerül neki, úgyhogy elég nyomoréka az ellensúlyosa. Nem lehet, hogy ez az? Itt eléggé fogynak az emberkék. Nem, valahol itt van, az biztos. Hol vagy, mocsok? Azt nem mondta, hogy bejött a ház mögé. Nem, oda nem jött, jó. Akkor hol a halálba van? Hát de idefele lőnek a számszerű jelszok, akkor miért? Vagy ki jött? Nem, nem jött ki. Ja, azok már futnak is, jó. Én ezt nem értem, de hát jó. Hol a halálba van? De hogy keresem ember, nem? Mint hogy nem lenne tök mindegy amúgy. Még azért bőven nem tök mindegy, tehát a hülyeség, amit most mondtam, de jó. Most ti miért nem lőttök? Na jó, tudod mit? Mindenkinek állj. És akkor lőjetek ki random. Azt az ott egy lövedék volt. Hogy pusztuljon meg az ellensúlyos komolyan. Hol a picsába lehet az a csávó? Mondom, ennyi, hogy hívjákunk van, hogy számszerű jászok között kell keresni. Itt lenne, vagy hol van? Ott van, hogy meredjen meg. Ezért nem találom. A kis mocskos. Na jó. A lovasságunkat ide kéne hozni szépen, lassan. Csak ugye addig nem akarom, amíg ez a kis köcsög itt lő. Úgyhogy azt így megvárjuk. Itt megint annyi lesz az egész felvétel, hogy ezt a köcsög várat ostromolják, mert ők lengyelek. Ah.
Pedig már a 18%-uk meghaltam úgy. Kifogyott? Úgy nézem. Kiegyensúlyozott, de miért? Nem értem. Itt ugye azt gondolom, mondom, hogy ki fogunk rohanni a lorsággal, és levágunk mindenkit a faszba. Mert ez ugye milyen jó. Ott jön egy ilyen kis faltörőkos genyó, full ingadozó az egész. Úgyhogy igen, elég szép kis mészárlás lesz, hogyha úgy összejön az, amit én akarok. Jó, már létrákat is hoz, azt a rohadt. Azért az már nem semmi. De bírnám ki gyulladna, ó, de vicces lenne. És gyerekek, nektek itt milyen morálotok lenne? Igen, kigyulladt a kos, igen. Na jó, én nem szarozok. Törjünk ki a lovassággal. Úgyhogy a balisztáktól már, a saját balisztáimtól jobban félek, mint az ellenségtől, komolyan. Na gyerünk! Ne ingadozzá! Gyerünk! Júj! Ez csúnya. Nem így mondom, hát a baliszták a saját embereimet jobban ülik, mint az ellenséget, de mindegy. Nem tudok más csinálni. Valahogy ugye le kell vágni őket. Ezeket is jöjjétek már meg. Aha. Igen. Úristen, bazzeket, komolyan mondom, hogy baliszták nagyobb pusztítást csinálnak az én embereimben, mint az ellenségben. De ezt mondjuk már nem tudom, hogy a gyár mondom el, de ez így már egyre érdekesebb. Hú. Na jó, haladjatok, le kell vágni mindenkit, mert ők lengyelek. Ja, jó. Ennyi. Ez tetszik. Jó, hát ugye a cél a nemes, nem az, ahogyan elérjük. Mármint most ugye arra gondolok, hogy konkrétan most itt lemészárolunk nem tudom hány ezer lengyelt. De hát ez minket miért érdekel? Hát nem lenne olyan köcsög, akkor nem küldené ránk, ergo nem halnának meg. Pedig tudja, hogy meg fognak halni. Magyar földre jönnek emberi hazai pályán, mit akarnak ellenünk? Ha már a VB nem értünk el semmit, meg ilyen, nem tudom, nem értek a focihoz, csak így mondani akartam egy kurva jó hasonlatot, akkor már legalább itt teljesítsünk jól. Na jó. Az biztos, hát most ezeket szerintem Isten nem győzi majd befogadni, úgyhogy... jó. Hát, igen, sok értelme volt, de mindegy. Lengyel. Nem lehet valami csinálni. Oké, kivégezzük. Aha. Jászvásárt már annyira nem féltem, ott azért teremtettünk védelmet bőven. Ne, azt az egy magyar nemesemet hagyjad már. Ember, ő tudod mióta megvan? Tibor kapitány. Baszki. Öcsém. Rohadék lengyel. Aj, de kiírtalak. Nem baj, ez most arra jó volt, hogy... Aha. Na végre megjelent a pest is. Német-rómaiakkal fejezzem be a háborúskodást. Hát én most konkrétan semmit nem is háborúskodtam velük, csak elfoglaltam Nürnberget. Hát most ez miért baj? Igen. Tehát arra jó volt az a magyar nemes legalább a szolgálat végére, hogy megmutatta, hogy ott van egy lengyel sereg. Úgyhogy ennyivel is okosabb vagyok. Ugye? Bazzunk, a spanyolok is mi a fasz keresnek itt komolyan? Istenem, sose értem meg. Nem, a zarándokokkal nincs baj, csak tudjam megvédeni. Nagy kőfal, baliszt... Ja jó, akkor semmi gond. Oké. Hoho, baliszt a torony ide is, mert az mindenhova kell. Ó, jászvásárba pont most készült el a... Mi ez?
páncélkészítő, nehéz láncing, akkor már lehet, hogy már aranypáncél lenne az alapvárosoknak. Aj, picsába. Szevasz, rohagy meg. Hú, de kipusztítalak te. Na várjál már, most egy olyat csináljunk már, hogy nézzük meg, hogy mennyi uralkodója van még. Ez engem annyira érdekel. Érted? Mert hogyha... Azt tudom, hogy itt van egy. Az oké. Van egy itt. Az is oké. Meg hogyha mondjuk esetleg itt van egy, az már úgy problémásabb, mert azt nehezebb lesz megölni. De hogyha ugye kiírtam az összes uralkodóját, akkor nem lesz kire hagyni a trónt, és akkor is megsemmisül a lengyel birodalom. Nekem tök mindegy, hogy csak semmisüljön meg, ennyi a lényeg. Ohohoho. Szicília segíteni akar? Nekem úgy látom. Jó, ezt itt hagyjuk Milánónál. Azt a rohadt mennyi hadvezér, még parasztok, katapult. Hú, te. Lehet támadni kéne, nem? Ah, nagyon csábító. 1, 2, 3, 4. 4 csapat normális gyalogos védi Milánót. Csak nem azzal van a baj, hogy 4 csapat normális védi, hanem hogy ott van a hatalmas kőfal, meg a balisztatorony, ugye? Meg 3 hadvezér, igen. Ez már egy kicsit bonyolultabb. Húha. Nem, még egyelőre várunk a lovasságra mindenképp. Illetve... Te addig guggoljál itt, amíg tudsz. Jó, igen, itt megint volt valami. De kajak, ma nem is emlékszek, hogy mikor harcolok itt ezekkel, vagy nem tudom. Jó, 80... 82, így. 88-75. Mi van? Ja, hogy ez két külön? Akkor miért néznek ki ugyanúgy? Mindegy. Te ki vagy? 53 éves? Hú, hát mink a könyörtelen, azt szerintem nem véletlen. Pár ezer lengyelt már kiirtottunk, szegénye. Ó, Isten, mik ezek a boszniai jászok, de komolyan. Hagyjad már. Ja, hogy nincs jobb? Á, de rohadt jó. Pap. Takarodj már innen az orosz papoddal. Csinálunk még egyet, és akkor ellenmágusulunk, meg ellentérítünk. Jó, így, maradjunk ennyibe, ez már azért elég. Ja igen, Ladomérben voltak most dolgok, mindjárt kész van ugye az ágyutorony. Úgyhogy utána már támadhat, várom szeretettel. Aha. Hu. Rohadjon meg az összes lengyel, úgy de kiírtam őket. Na jó, hát ugye a Palermo az az egyetlen településem, amivel konkrétan semmit nem kell csinálni, mert ez itt el van magának, ugye. Dugig van helyőrség, az cső. Konkrétan ennyi. De nem is mernek megtámadni, tehát azért... A balisztatorony itt is befigyel. Na. Hát igen, mert nem ártam lassan adni egy-két ilyen kereszt dolgot. Skótok vannak a legjobb a pápával. Hagyjad már. Meghallhatnám már, baszki. Ja, hagyd már Dán, igen, értem. A magyarok közül miért nem választanak pápát, de komolyan. Mindegy. Aha, itt van nekünk olyanok, hogy kém. Így van. Mit találtam? Ott egy lengyel erődítmény, konkrétan tök védtelenül, úgyhogy... Haladjunk csak és foglaljuk el. Ha már úgyis ott van, érted? Itt mit tudok csinálni? Alabárdosokat, az tök jó. Menjél Boroszlóba. Boroszlóba most ugye az egész védelmet konkrétan kiosztam, úgyhogy... Most kicsit újra kell gyártani. Itt van ez a rohadék buzi lengyel sereg még mindig. Nem tudom hány sereged van még. Igen. Hát ti lesztek lényegében a fő támadó erő. Valószínűleg Elek fogja vezetni majd ugye a...
Milánó elleni ostromot esetleg, de az sem biztos, hogy nem Genovára megyek rá, tehát hogy nem tudom. Sereg az van, ugye, tehát azzal nagy baj nincs. Nincs több ilyen típusú egység. Hát paszt meg. Nem. Azzal még várunk. Kijev, igen. Na jó. Hát skacok. Ennyi lett volna most ez a rész. Remélem tetszett nektek. Én Tomi voltam. Sziasztok.